Hétről hétre keményen dolgoznak az avus korosztályos vízilabdázói, akik több csapatban is játszanak. A Szombathelyi Utánpótlás Képző Egyesület meg annyi tehetséges pólós nevelt ki, akik már a felnőttek között a legmagasabb osztályban szintén bizonyítottak. A legutóbbi hétvégén az Aligátorok a Civis Vízilabdasport Egyesület csapatait fogadták. A gyermek, a serdülő és az ifjúsági együttesben több olyan játékos is vízbe szállt, akik az idősebbek között is szerepelnek. Kezdésként a serdülők 8-7-es vereséget szenvedtek, a gyermekcsapat azonban 10-8-ra nyerni tudott. A győzelemhez a 14 éves Nagy Levente fontos góllal járult hozzá. Nagyjából 5 éves korom óta vízilabdázó szerettem volna lenni, és hát első osztály óta vízilabdázom, ami azt jelenti, hogy 7 éve. Hát a célom mindenképp először akár korosztályos válogatottban lenni, világversenyre kijutni, aztán majd nyilván később akár a felnőtt válogatottban. A játéknap záró mérkőzését az ifjúsági csapat vívta a debreceniekkel. A szombathelyiek egyetlen vereséget szenvedtek a középszakaszban, így ezúttal is győzelemre pályáztak. Az Aligátorok gyorsan érvényesítették akaratukat, és pontosabb, gyorsabb játékkal rukkoltak ki, ráadásul a kapuk előtt is eredményesek voltak. Az avus támadásai rendre góllal értek véget, védekezésben pedig kemény és határozott emberfogás hatékony fegyvernek bizonyult. Péter Imre tanítványai már a nagy szünetre eldöntötték a találkozót, így a második félidőben valamennyi játékos bizonyítási lehetőséget kapott. A tehetséges pólósok a szokatlan felállás ellenére sem torpantak meg, és valamennyi negyedet megnyerve 21-9-es sikert értek el. Most hétvégén ismét hazai medencében bizonyíthatnak az avus korosztályos csapatai, ezúttal a Kecskeméti Sportiskola ellen.